anyagokon van a hangsúly, amelyek immunmodulás, immunstimuláns, gyulladás csökkentő, tumorképződés gátló hatással rendelkeznek. Jelenleg a Földön 140 ezer gombafajt ismerünk, ami azt jelenti, hogy mindössze csupán a 10%-ukat tárták fel. Mintegy 7000 gombafaj rejthet magában az emberiség számára hasznos vegyületeket. Erre bizonyíték a mikroszkopikus gombák által termelt biológiailag aktív metabolitok, melyeknek szintén nagy jelentősége van, gondoljunk például a penicillinre. A gyógyszeripar számos gombafajból különítette el már hatóanyagokat, és ezeket a szintetikusan előállított hatóanyagokat használják is egy-egy célra. Itt láthatók a legismertebb gyógyhatású gombafajok, illetve a belőlük előállított néhány hatóanyag. Az előadásunk további részében az Agaricus blazeiről beszélnék, sokrétű és közismert gyógyhatása, illetve elérhetősége révén. Morfológiai szempontból fehér színű, csokoládébarna pikkelyekkel borított, 7-25 cm-es átmérői kalappal rendelkezik, szakirodalmi adatok szerint intenzív mandula ízű és illatú. Mivel Brazíliában és Peruban őshonos, ezért termesztéséhez magas hőmérsékletet és páratartalmat igényel, termesztése a csipelke gombához hasonló módon földréteggel lefedve történik. Olyan anyagokon teremt, amelyeket a mikroorganizmusok már részben vagy teljesen lebontottak. Az ábrán látható hasznos anyagtartalma, azonban most a D2 vitamin, illetve poliszaharid tartalmára szeretnék fókuszálni. Egy in vivo állatkísérletben szeretném ismertetni az Agaricus blazei ergosterol tartalmának a jelentőségét. Szarkóma 180 xenograft, egérfibroszarkóma modell, Louis Lang karcinoma, amely egy erős metasztázis képző, citosztatikus rezisztens egérkarcinoma vonal. A vizes kivonatok jótékony hatásai már ismertek voltak, ezért a vizsgálatban a szakmai cikk alapján a lipofil kivonatra helyezték a hangsúlyt. A túlélési időt a tumorok növekedésének monitorozásával is kombináltak, és az ergoszterol neovaszkularizáció gátlását határozták meg. Ez utóbbi beültetett martigér érképzési faktora AFGF savas fibroblasztos növekedési faktorral volt átitatva. Az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a tumor növekedését 20 napon keresztül monitorozták, és már 400 mg per testtömeg kilogramm dózis is látványos és szignifikáns eredményt fejtett ki, míg a 800 mg per testtömeg kilogramm dózisban láthatóan lassult a tumor növekedése, és a 20. napra pedig visszafejlődött. Az egerekbe beültetett, majd kioperált martigér AFGF-fel és 400 mg per liter ergoszterollal átitatva látványosan és szignifikánsan csökkentette annak hemoglobin tartalmát, amely a neovaszkularizáció gátlására egy bizonyítéka, ezt pozitív és negatív kontrollal is alátámasztották. Az eredmények szemmel láthatóak, ugyanis a 20 mg per testtömeg kilogramm dózisban a tumor felületén az erezettség teljesen eltűnt, mellékhatásokat nem tapasztaltak, ezt boncolással is alátámasztották. A D-vitaminnak két legismertebb, legjelentősebb formája a D2 és a D3 vitamin. A 19. században felismerték, hogy a D-vitamin hiány felelős az angol kor rahitis nevű jelmenszerű tömeges megbetegedésért. Kimondhatjuk, hogy a D-vitamin hiány egy civilizációs megbetegedés, az egyik leggyakoribb egészségügyi kockázat. Magyarországon 50-70% közé tehető a gyakorisága évszaktól függően.
2012-ben a Magyar Orvos Társadalom összefogásának eredményeképpen a jelenleg ajánlott D-vitamin mennyisége az új szakmai arányrás szerint 10-szeresére megemelték, így most az új ajánlás 1500-2000 nemzetközi egység D-vitamin bevitelt javasol. A D-vitamin hiány szinte valamennyi szervrendszerben megnyilvánul, hiánya klinikailag jelentős eltéréseket, megbetegedéseket okoz. D-vitamin hiányról akkor beszélünk, hogyha a vérben a D-vitamin szintje 50 nanomol per liter alatt van. A gyógybomba kutató laboratórium által rendelkezésünkre bocsátott agarikus bazeimintet az Innsbrucki Egyetem is vizsgálta, itt látható a HPLC vizsgálat görbéje. Egy agarikus bazeiből készült kivonat, BioAga-E kapszula, ergoszterol tartalmát vizsgálták HPLC-vel. 1 g őrölt gomba termőtestből etilalkohollal és szonikátorra extrahert frakcióban 122,64 mg ergoszterolt találtak. Felmerült szakirodalmi adatok alapján bennünk a kérdés, hogy vajon stabil-e a gombában lévő ergoszterol? A válaszunk nem. Ugyanis szúrópróba szerűen Magyarországon termesztett és szállított agarikus blazei bombát vizsgáltattunk a Győr-Moson-Sopron megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének laboratóriumi decentrumában. Az eredmények magukért beszélnek, az ábrán láthatóak. Az ergoszterol stabilitására vonatkozóan Huber és társai részletes vizsgálatokat végeztek, az eredményeket összefoglalták, a stabilitás egyes módjai láthatóak a dián. Egy esettanulmányra hívnám fel a figyelmet. 30 év feletti Egyesült Királyságban élő vegetáriánus, indiai származású férfinál D3 vitamin hiányt állapítottak meg. Olvasta, hogy UVB besugárzása a csipelke gomba ergoszterol tartalma növelhető, ami a szervezetben D3 vitamin alakul. 3 hónapon keresztül napi 200 g UVB besugárzott csipelke gombát fogyasztott, az új laboratóriumi eredmények magukért beszélnek. Tehát így lett a közönséges csipelke gombából az UVB besugárzás hatására egy D-vitamin gomba. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük az érdekes előadást, és akkor szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdése valakinek?